Akkor most következik egy kis agytörő, mégpedig kóbor trekkerektől következik egy kvíz. Ki szereti a Star Trek-et? Nem hallom! Ez az! Ez az! Jó. Szóval, következzenek a kóbor trekkerek. Sziasztok! Sziasztok! Most lesz egy kis kvíz, aki szeretne részt venni, nyugodtan jöjjön fel a színpadra, itt lesznek kérdések és nyeremények, úgyhogy várjuk a jelentkezőket. Ez erről jöhet nyugodtan szólni. Bárki, adunk segítséget is. Na, látom, azért van már egy-két önkéntesünk. Na, lehet bátran jelentkezni, nem harapunk. Bárki jöhet, könnyű kérdések lesznek az elején. Azért is lehet kapni igazdíjat, hogyha nem megy. Valaki még? Esetleg? Senki? Csak bátran. Mindenki kap alapból nyereményt. Már csak azért érdemes feljönni a színpadra. Na, valaki még? Esetleg? Senki? Na jó. Na hát akkor, mivel ilyen jó kevesen lettünk, ezért alapból tényleg mindenki kap majd nyereményt. Hát kezdjük a legkönnyebb kérdésekkel. Hát akkor feltenném a kérdéseket itt az elején. Ha esetleg valaki meggondolja magát, útközben lehet csatlakozni. Bemelegítésképpen akkor megkérdezem tőled, hogy mi a kedvenc sorozatod a Star Trekből? Deep Space Nine. A válasz helyes. Szintén. Megkérdezem akkor, hogy melyik a kedvenc kapitány az első tiszted? Kedvenc kapitány Picard. Első tiszt, Hát szerintem mindegyik jó. A válasz megint helyes volt. Jó, hát akkor igazából melyik a kedvenc filmed a Star Trekből? Hát talán az űrlázadás, azt szeretem a legjobban. Tökéletes válasz, elfogadjuk. És akkor hát így utolsónak, melyik a kedvenc hajód? Kedvenc hajom, hát az Enterprise az első, az igazi, a körkapitány igazi Enterprise, az az első és az igazi. A 1701, így van. Nagyon helyes. Jó, hát akkor na most ezek ilyen bemelegítő kérdések voltak, akkor jöhet most már élesbe a hirtelen halál. Na, egy kérdés, négy válasz lehetőség, és abból lehet választani. És annyit segítek, mert én szoktam mindig segíteni, hogyha valami kis támaszról az szükségetek, a hátatok mögött leshettek. Hát egy kis puska, úgyhogy erre lehet puskázni. Szinte az összes kérdésre van válaszol. Na jó, azért túlzás. Segítség. Hát kezdjük az első könnyű kérdéssel, hogy az eredeti sorozatban milyen színű a biztonságiak egyenruhája? A. kék, B. zöld, C. arany, D. vörös. Vörös helyes a válasz. Következő kérdés, hogy általában hogyan szólítja Picard kapitány az első tisztjét? A. egyes, B. parancsnok, C. főnök, D. alkapitány. Hát nincs is időnk oda tartani a mikrofont, mert nyomják a helyes válaszokat. Hát figyelj, alapnyereményt akkor is kapsz. Ki az a folyamatos mellékszereplő a Deep Space Nine sorozatban, aki sosem szólal meg, mikor láthatjuk? Gorn, Morn, Bashir Doki messzérő madara, Worf Targia. Morne. Nagyon helyes. Na hát, neked is egy ilyen könnyű kérdést adunk. Hogyan nevezik az ember által lakható bolygókat? M-osztályú, F-osztályú, T-osztályú, L-osztályú. M-típusú bolygó. Nagyon jó, ügyes vagy. Fönt látható egy kis egyébként segítség. Igen, azért mondtam, hogy ha valaki valamit nem tud, lehet hátul nyugodtan lesni. Ha érdekel, hogy megkapjátok a montást. A következő kérdés, hogy milyen fajba tartozik Spock? A. ember, B. romulán, C. vulkáni, D. andóriai. Vulkáni. Igen, a válasz helyes. Nem, csak félig vulkáni. Az a kérdés, hogy melyik fajba tartozik? Ő oda tartozónak vallja magát. Nem, hogy milyen a... Na jó, úgy látom, hogy mindjárt vita alakul hát ki. Hát ember, vulkán, hibrid, azt tudja mindenki. Tehát ő úgy döntött, hogy vulkániként él az életét. Na jó, aztán ne kezdjünk itt bele vitába. Mi a Bohr kedvenc mondása? A. Nincs kedvenc mondása. B. Minden ellenállás hasztalan. C. A győzelem az élet. D. Jó nap ez a halálra.
Minden ellenállás aztán. Igen, a válasz helyes. Na, az egyik kedvenc kérdésem következik. nem kell aggódni. A kedvenc sorozatom kedvenc kapitánya. Szóval hogyan hívják Archer kapitány kutyáját? Athos, Porthos, Aramis vagy D'Artagnan? Porthosnak. Nagyon jó. Mondtuk, hogy könnyűek a kérdések. Ezért mondtam, hogyha valaki meggondolja magát, lehet csatlakozni nyugodtan. Persze. Bárki közben is följön. Na, gyere! Na, még egy bátor jelentkező. Egyszerre három kérdést kapsz. Majd kapsz egyszerre gyorsan két kérdést, hogy utolérd a többieket. Menjél oda a középre tényleg. Na, szóval, akkor még neked jön a kör. Nem. Melyik faj fizetőeszköze az aranyozott latinum? A bolián, az orioni, a ferengi vagy a szindi? A ferengi. Így van. Jaj, már a frászt hoztad rám. Nekik minden ja, igen. Na akkor gyorsan, hogy utolérd a többieket, akkor megkérdezem tőled is így alapból, hogy Star Trekből melyik a kedvenc sorozat? Voyager. Na, még egy Voyager van? Jó. Megbocsájtom neked, jó? Ki tervezte a Delta kompot? A. Data, B. Henry Kim, C. Charles Tucker, D. Tom Paris. Tom Paris. Igen. Ki volt Kirk orvosbarátja? A Dr. Zimmermann, D. Dr. Pulanski, C. Dr. McCoy, D. Dr. Crusher. McCoy. Igen, McCoy doki volt. Akkor tőled pedig megkérdezem, hogy mi volt a Borg neve Annika Hansennek? 7-9-et, 8-as számú dolgozó, 9-es katona, vagy 7-3-ad? 7-9-et. Igen, helyes válasz. Hát pont jó helyre szólt a kérdés, igen. Ez ilyen kicsit részrehajlásnak tűnt. Na jó, szóval akkor következő. Hány évig él egy okampa, például mint Cash? Általában 25, általában 9, általában 150, vagy általában 80? 9 évig. Bár láttunk ellenpéldát is, de az nem rá vonatkozott. Átgondoltam, hogy kicsit ráthozom a frászt. Igen, volt egy rész, amiben 18 éves. Azt látom, hogy itt nagyon hirtelen halál lesz a végén, mert nagyon jól haladunk a kérdésekkel, lassan elfogynak a kérdések aztán. Majd nézhetünk. Eredetileg milyen színű a klingonok vére? Fontos, eredetileg vörös, kék, világos, vörös, rózsaszínes vagy zöldes, sárga? Vörös. Lehet használni a puskát. Gyorsan nézz hátra. Az előző kérdésed alatt. Hát rózsaszín. Az a helyes válasz a rózsaszín. Az eredetileg, az volt a kérdés. Tehát azért mondom, hogy fontos, hogy eredetileg. A 6-os filmben láthattuk. A 6-os filmben láthattuk ezt. Igen. Na, szóval megszavazzuk, elfogadjuk? Tegyél fel még egy kérdést. Jó, várjál. Vigyelj, van még egy utolsó könnyű kérdésünk, ezt még felteszem neked, utána jön a hirtelen halál. Melyik az a híres Star Trek mondat, ami szállóigévé vált az eredeti sorozatban? Most tényleg az eredeti sorozatról beszélünk, de soha nem hangzott el. A Beam Me Up, Scotty, Live Long and Prosper, orvos vagyok, nem fizikus, az ellenállás hasztalan. Még egyszer felolvasom. Na, nem segítünk, kizárlak. Melyik az a híres Star Trek mondat, ami szállóigévé vált, de az eredeti sorozatban soha nem hangzott el? Beam me up, Scotty, live long and prosper, orvos vagyok, nem fizikus, az ellenállás hasztalan. Soha nem hangzott el, de mindenki így emlegeti. Így van, na, ilyen egyszerű. Mondtam, hogy nagyon egyszerűek a kérdések. Ha már itt tartunk, lesz egy orvosos játékunk egy másik rendezvényen. Igen. A közepes nehezek jönnek, aztán a megmaradóknak majd... Melyik faj mondása jó nap ez a halára? Klingon, nauszikai, andorjai, gorn? Klingon. Igen, a klingon. Hogy hívják az OSR, a GMH orvosi hologram megalkotóját? A. Hans Zimmermann, B. Louis Zimmermann, C. Hermann Zimmermann, D. Zimmer Feri. A mosoly meg az volt, jó? Okay. Az biztos.
Jó, akkor még egyszer felolvasom. Igen, vagy, igen, igen. Hát hogy, a kép is segítségét most nem sokat segít. Hans Zimmer, B. Louis Zimmerman, C. Hermann Zimmerman, D. Zimmer Fried. Még nem? Megvárjuk, amíg megszületik a válasz. Nem A, hallottam. A, B vagy C. Na, menjük. A, Hans Zimmer, az kicsoda. Hans Zimmer, az kicsoda. Jó, oké. Louis Zimmerman. Jó, oké. Okay. Jó, oké. Okay. Na jó, de most már, tényleg be kell nyitni, mert itt muszáj megszületni a győztesnek, ugyanis még 5 percünk van, aztán lezavarnak minket. Jó. Szóval egy kicsit bekeményítünk. Melyik sorozatban nem szerepel Jonathan Flakes? A színészről beszélünk, tehát nem a karakterről. A Deep Space Nine, a TOS, az Enterprise vagy a Voyager? Melyikben nem szerepel Jonathan Flakes? És itt nem a karakterre gondolunk, hanem magára a színészre. Melyik az a sorozat? Tehát még egyszer felolvasom, amiben nem szerepel. Deep Space Nine, TOS, Enterprise vagy Voyager? Hát egy kicsit segítek. Várjál, hol a segítség? Az pont nem... Hát igazából a helyes válasz az Enterprise. Vagy Enterprise? Bocsánat. A TOS, bocsánat, igen. Ám az életkoránál fogva. Az életkoránál fogva. De többében minden szerepel. Viszont mindenképpen, most szigorú leszek, és kiestél, de nem távozol ajándék nélkül, jó? Kapsz tőlem egy ajándékot, elsősorban egy kis zsákba triblit. És mellé még azért adok egy ajándékot, ha megtalálom, mert itt elfelejtettünk a nagy kavarodásba kipakolni. Igen, egy pillanat, mindjárt csak. Még kotrom. Mi a zsákba triblinek a... Melyik fajta batletet szereted? Háromféle van. Lehet, az új filmes is található. A klasszikus, jó? Én pedig megajándékozlak még mellé egy nyaklánccal is. És köszönjük szépen, hogy bátor voltál és feljöttél. Igen, egy kicsit így. Bocsánat. Legközelebb majd próbáljuk hülyen tükrözni úgy, hogy a TOS, az nem rövidítve mondjuk, hanem majd de originál széria, és akkor következő alkalommal, jó? De köszönjük, bebátor voltál. Na, és akkor következő kérdés, melyik sorozatban szintén nem szerepel Quark? Itt viszont a karaktert szeretnénk. Az Enterprise, a Deep Space Nine, a Voyager vagy a TNG? Melyik sorozatban nem szerepel Quark? A karaktert kérdezzük. A Deep Space Nine-ről indul a Voyager, tehát a Quark pont át akarja verni Harry Kimet kristálykövekkel. És a Tom megvan Paris, a következő kiesünk, és úgy látom, hogy már itt lassan dobogós helyezéseket érünk el. Zsákba tripli. És azért te se távozz üres kézzel. Neked is felajánlom a választást, a mini batletet, melyiket szeretnéd? És kettő közül választhatsz. Persze, nyugodtan. Köszönöm, hagyományos. Úgy látom, itt mindenki hagyományos klingon batletet szeretne. Köszönjük a részvételt. Na, és akkor te jössz. Mondtam, hogy itt hirtelen halál lesz. Az első mozifilm magyar címe Csillagösvény. Milyen szertartást hagyott félbe Spock a vulkánon? A Kolinár, a Fonfár, a Társzarán vagy a Kásván? Melyik volt az a szertartás, amit félbe hagyott? Nagyon jó, ügyes vagy. Na, megvan a három dobogósunk. Egy kicsit szerintem álljatok közelebb egymáshoz. De itt is van puska. Vigasztaljon benneteket, ha tudod, hogy innentől kezdve mindenki nyer. De tényleg lehet használni, azért van a hátul, ott is ott volt a... Igen, ott azért mondtam, hogy aki valami belakadott hátul, lehet egy kis segítségért lesni. Mi volt a neve annak a
Xindinek, aki segített Archeréknek. Az Enterprise sorozatról beszélünk. A. Worta, B. Szona, C. Degra, D. Ogla. Degra. A válasz helyes. Mi a furcsaság Déta maskája Spock másik körül? Kedvenc kérdésem. Bocsánat. A. Tud beszélni, B. A sorozat során megváltozott a neme, C. Telepatikus úton kommunikál, D. Egy kutya-macska hibrid. Megváltozott a neme. Így nagyon van. Jó, hogy nagyon profikkal vagyunk körülvéve, úgy látom. Mit nevezett Worf úgy, hogy a harcosok itala? Vérból, szamurán bendri, szilvalé vagy viszki? A szilvalé. Nagyon jó, hát úgy látom, ez a kérdés, ez kicsit megmosolyogtatott, akkor mégsem volt olyan nehéz. Következő. Igen, következik, hogy mivel változott Odó egy kislány kedvére a Shadow Play című részben? A. Búgócsiga, B. Sas, C. Galamb, D. Játékbaba. Húha. Úgy látom, megfogtunk valakit megint. Igen, lehet lesni, bár nem tudom, hogy ez pont fent van-e. Igen, csak nem nagyon látszik. Húha. Ja, igen. Én látom, hogy hol van, mert én raktam oda. Igen, én is látom. Segítek, spot mellett van. De azért nem nagyon látszik. Csak pont nem látszik, annyira pici. Na, ebből egy kicsit segítettem. Még egyszer felolvasom a négy lehetőséget. Búgócsiga, sas, galamb, játékbaba. Tippelj! Játékbaba. Hát, megfogtuk! Megint Búgócsiga, megfogtunk hát valakit. Nem nagyon látszik szegény itt. Látszana, pont meggyűrődik ott a... De azért, hogy te sem menj el üres kézzel. Gyere, adok neked is ajándékot. Harmadik helyezett. Zsákba tripli. És milyen battletet szeretnél? Ha még nincs neked. Originál. Na mindenki originált szeretne. Hát van a Kálesz féle, meg a... Hát az új filmes is van, tehát azért mondom, hogy azért lehet válogatni, de akkor kapsz egy eredetit. Jó. És köszönjük a részvételt. Igen, a taps azért megillett mindenkit. Hát nem tudom, kell még kefelteni kérdéseket. Na, hol tartottunk? Na, akkor maradt két döntősünk. Jó, kinek a helyét vett át a történetben Cisco, az Space Nine-ban? Hú, igen. A történelemben. A. Martin Luther King, B. Gabriel Bell, C. Mike Tyson, D. Nelson Mandela. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Időutazásos. Nem tudom, most nézem, hogy... Jaj, még egyszer, még hát pedig akkora segítség van a hátad mögött, hogy húha. Bocsánat, én itt részlehajló kezdek lenni, úgy látom a versenyzők felé. Hát igen, meg is kell találni ahhoz. Igen, hát, hogy mondjam, a kulinár szertartás mellett ott van nagy betűkkel kivirítva. Na, még egyszer felolvasom, hát a beugrik. Igen, ez a baj. A. Martin Luther King, B. Gabriel Bell, C. Mike Tyson, D. Nelson Mandela. Legyen Mike Tyson. Jaj, hát nézd a hátad mögé, oda van írva, hogy Gabriel Bell. Úgyhogy... Oda van írva. Végülis nem baj, megvan az első, második helyezettünk. Megvan az első, akkor... második helyezett. Azért téged még... Azért még neked felteszek egy erős kérdést, jó? Ennyi volt a kis versenyünk. Jutalmat megkapják a helyezettek. Majd, hogy mondják? Nem. Választhatsz. Jó. Zsákba tripli neked is jár. És Butlet, miért szeretnél? Van ugye többféle. Csak most épp az új filmeset nem találtam meg. Melyik? Hát ezt nem hiszem, hogy mindenki csak a hagyományosra esküszik. Jó, és akkor... Jó, gyere azért te is. És... Hát simán. Hát nem hagyom ki. Hát ezt neked tudnod kell. Ezek után. Kitanította meg Nogot olvasni? Ben Cisco, Jake Cisco, Keiko O'Brien, egy ferengi tanár. Jake Cisco. Na, mondom én, itt nem lehetett megfogni. Gratulálunk, nagyon ügyes vagy. És akkor neked is felajánlom a választási lehetőséget. Igen, és akkor még, te, mivel fődíjas vagy, választhatsz egyet a könyvek között. Jó. És akkor egy mini battlet. Ja, na végre egy igazi harcos. Köszönjük szépen. És köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
És köszönjük szépen azt a lehetőséget, hogy egy kicsit a Star Trekből ízelítőt adhattunk nektek. Ha esetleg valaki szeretne egy kis privát kérdezfeleleket, az asztalunknál megtaláltok bennünket. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Hosszú eredményes életet!